Sziasztok! Ez a Teletank, a vezes fogyasztás mérő sorozata, amiben annak járunk utána, hogy mennyit esznek az autók a valóságban. Egy teljesen átlagos kört megyünk városban, országúton és autópályán, annak érdekében, hogy kiderüljön, mennyit eszik az autó a valóságban. Tankolunk az út elején és tankolunk a végén is egy kattanásra, mert minden autónál itt tettünk. Legújabb főszereplőnk egy 3-as BMW 2002-ből. Most ezt fogjuk megvizsgálni, hogy mennyit fogyaszt. Elindultunk a városi körön a legújabb szereplőnkkel, ami nem igazán ide való, nem a belvárosba és nem arra, hogy a dugóban álljunk vele, mert ez egy 6-hengeres benzinmotorral szeret BMW, ráadásul automata váltós, szóval egyáltalán nincs semmi keresni valója a városban, de pont ezért fogunk ezzel az autóval is tenni egy kört. Ez az én autóm, ezt szereztem be most legutoljára az E36 mellé, és pont azért, hogy lehessen vele így kényelmesen mászkálni. Tudom, sokat fog fogyasztani, erre fel vagyok készülve, már látom egyébként az eddigi használatból is, hogy ez azért egy magas fogyasztású autó, viszont vannak olyan előnyei, amit nem biztos, hogy észérvekkel meg fogok tudni magyarázni, de azért megpróbálom. Aki érti, hogy miről szól egy BMW, annak valószínűleg nem lesz ezzel problémája, hogy a 6-hengeres motor az egy 6-hengeres motor, és annak a hangja, a karaktere az egy olyan dolog, ami így a mindennapokban is jól esik az ember lelkének. Aki szeret vezetni, aki szereti az ilyen mechanikai élményeket. Ez egy E46-os BMW, 1998-tól 2006-ig gyártották, és a jelölések alapján csak kevés motor volt benne, ez egyébként nem igaz, mert hogy a jelölésekre itt már nem nagyon lehet támaszkodni, borzalmasan sokféle motor volt ebben az autóban. Az 1.6-os 16i-től, az 1.9-es 16i-től kezdve, a 20i-ig, 30i-ig, 25i, 23i, minden volt belőle, és ugye a dízelmotorok között is volt mindenféle, de ott azért kevesebb volt a különbség lökett térfogatban. Ez az autó is egy 320i, de amellett, hogy ezt 20i-nek hívják, ez már nem egy 2 literes motor, ez egy 2.2-es sorhatos benzines, ez már a frissítés után érkezett. Az M52-es 20i-t váltott el, ami valóban 2 literes volt, ez pedig már az M54-es számú motor, M54 B22. Ez egy nagyon strapabíró motor, egy nagyon stabil motor, sokan szeretik, sokan nem szeretik, éppen azért nem szeretik, mert magas a fogyasztása, és egyébként ugye kicsi nyilván egy 30i-hez képest, viszont megvan a karaktere, megvan ez az öblössége, van egyébként éppen elég ereje ahhoz, hogy már lehessen élvezni. Ez a motor már 170 lóerős, és 210 Nm nyomatékot teljesít, mindent nyilván magas fordulatszámon, ilyen 5-6 ezer környékén. Viszont már alul is elég nyomatékos ahhoz, hogy úgy meg tudjon indulni. Na most pont erre tesz rá egyébként az automata váltó egy olyan súlyt, amitől az alsó fordulatszámtartományokban annyira nem erős. Tehát így városban közlekedve nem feltétlenül érzed azt, hogy szétveti az erő, viszont nagyon kis kényelmes. Ez egy 5 fokozatú CETEF automata váltó, ez is a frissítéssel érkezett 2001-ben, ugyanúgy, ahogy a B22-es motor. Ezt arról lehet felismerni, hogyha belenézel egy ilyen E46-ba, akkor a kézi kapcsolása az ennek jól van, tehát úgy van, mint a versenyautóknál, hogy előrefelé váltasz vissza, és hátrafelé váltasz föl. A frissítés előtt a GM automata váltónál ez pont fordítva volt. Számomra egyébként ez a logikus, nem pedig az, hogy fölfele váltasz előre, és hátrafele pedig vissza, mert ugye így adja ki, hogy amikor fékezel, akkor előrefelé visszaváltasz, amikor gyorsítasz, akkor pedig hátrafelé. Most jelenleg 17 literen áll a fogyasztás mérője, és ez szépen megy fölfelé, minél többet állunk itt a dugóban, de szerencsére majd autópályán, illetve országúton azért ez menni fog lefelé. Én már nagyjából tudom, hogy mire számítsak, még nem számoltam egyébként fogyasztását, tehát ez nekem is meglepetés lesz ennek a videónak a végén, hogy mennyit fog konkrétan fogyasztani az autó, de ilyen 12 és 13 liter környékére tehető nagyjából a fogyasztása. Ez egyébként nincs messze a gyárilag ígért fogyasztási értékektől, mert a városi fogyasztása a gyárilag 12,2 liter, a vegyes fogyasztási érték az pedig 8,9. Egyébként azt a 8,9-et is el lehet vele érni, hogyha tényleg sokat autópályázik az ember, illetve sokat megy országúton. Folytatjuk a teletankört, és hamarosan kiérünk az autópályára, ahol sokkal, de sokkal jobban össze fog állni ez az egész. Véget ért a városi szakasz. Erre az etapra 15,8 literes fogyasztást produkált a BMW.
nyilván, hogyha ezt így folytatnánk, akkor valószínűleg ez lenne az átlag, de nem így fogjuk, mert most megyünk ki az autópályára, és ott majd szépen megy majd visszafelé a fogyasztás. Sokat szeretünk beszélni és írni az L46-ról a Vezesnél, mert egy elég biztos pont a használt autópiacon, és úgy általában az autóiparban. Ez egy nagyon jól sikerült modellje a BMW-nek, és ide szeretünk időről időre visszatérni, mert tényleg valahogy itt állt össze minden. Nagyon jó a minőség, nagyon jó a motorkínálat, elég jó a technikai tartalom, a megbízhatóság szempontjából is nagyon jól teljesít az autó. És úgy összességében ez tényleg egy nagyon-nagyon jó modell, egy ajánlható autó. Ismerjük elég rendesen, mert baromi sok van belőle az úton. A lerúgott példányoktól a nagyon szépekig, szedán, kombi, kupé, kabrió, minden volt belőle, még háromajtós kompakt is. Szóval tényleg mindenki megtalálja azt, ami neki szükségesen ebből az autóból. Hátsó kerékhajtású, hosszában van benne a motor, tehát a helykínálat az nyilván nem lesz akkora, mint mondjuk egy hasonló középkategóriás első kerékhajtású autóban, de azért nem rossz. Hátul magam mögött simán elférek ebben az autóban is. Nem lenne ezzel semmi gond, de hát ezt az autót én egy max. Két fős használatra vettem, szóval arra tökéletes. Hogy mire kell figyelni egy E46-nál? Nincsen egyébként túl sok dolog. Van persze néhány, ez az autó sem golyóálló, viszont semmi drámaira nem kell számítani. Nyilván rohad, mint minden korabeli autó. Ez is egy 20 éves darab. Vannak rohadásai, a küszöbök tudnak rohadni, a sárvédők tudnak rohadni. Ennél az autónál viszont csak a hátsó, jobb hátsó sárvédőnél van egy folt, ahol éppen rozsdásodik. Amúgy körben nagyon szép tiszta, és lehet találni ilyen autókat is. Ez már egy frissített modell, picikét jobb a korrózióvédelme, mint a korai verzióknak. Nekem a formája egyébként a korainak jobban tetszik, de a jelenlegi kínálat most azt hozta, hogy egy ilyet kellett választanom. Egyébként ez az autó is nagyon-nagyon szép, vannak azért esztétikai hibái, amit ki kell javítani, így a frissítés után tud mattulni például a fényszóró búrája, mivel hogy műanyagból van. Ez sajnos gyári alkatrész is csak ilyen 2-3 évet bír, ha valaki cseréli, nem pedig políroztatja. Műszaki szempontból a motorok nagyjából egyébként olyan szinten gondozásmentesek, hogy olyan nagy veszélyre nem kell gondolni. Nyilván lehet számítani arra, hogy esetleg a benzines motoroknál a szelepvezérlés, a változó szelepvezérlés valamikor tönkre megy, vagy elállítódik. Ugye ezt vanosznak hívják, ennek el tud tömődni a kenési rendszer, és akkor nem vált át, magyarul lomha marad magasabb fordulatszámnál is a motor. Van még egy további dolog, amire figyelni kell, a DISA szelepnek nevezett műanyag szelep, az el tud törni. Ez változtatja a szívósornak a hosszát, ez is azért van, hogy hatékonyabban tudjon működni a motor alacsonyabb és magasabb fordulatszámoknál is, és hogyha ez a szelep eltörik, akkor azok a darabok bekerülhetnek a motorba, és azt nem kell elmondanom, hogy az égéstérben mit okoznak a különböző bekerülő szennyeződések. Ez egyébként nem jellemző, de előfordulhat. Hallani lehet egyébként, amikor már a DISA szelep döglődik. Az automataváltókkal nincsen gond, a kéziváltókkal sincsen probléma, a hátsó differenciálművel sincsen probléma egyébként. Futómű alkatrészei nagyon tudnak kopni, mert egy elég igényes rendszer van alatta, és ami a legfontosabb, hogy ennél az autónál bármilyen kopást azonnal észreveszünk. Ha az első futóműben elkezdenek kopni a dolgok, hogyha a lengéscsillapítók elkezdenek tönkremenni, akkor mindent megérzel rajta, mert nagyon pontos a kormányzása, jó helyen ülsz benne, és ezért a vezethetősége tényleg tökéletes ennek az autónak. Hátsó futóműbekötési pontoknál vannak még olyan dolgok, amikre figyelni kell, mert a bölcső, ahol be van kötve a padlólemezhez, ott a padlólemez el tud repedni ezeknél a modelleknél. Nyilván ezt be kell vizsgáltatni a sokat futott autóknál. A szélzaj nagyon kevés van, a kormányzás stabil, a futómű stabil. Ez egyébként egy elég feszes autó, szóval arra számítani lehet, hogy sportos lesz akkor is, hogyha egy szedánt vagy egy kombit veszünk. A fogyasztás az már most elég rendesen lement, így 120-130 között autózva, 8,1 liter most a jelenlegi fogyasztás. Ez egyébként autópályára nagyon is jó ettől az autótól. Most folytatjuk a teletankört, és hamarosan leérünk az országútra, ahol valószínűleg még inkább kellemes lesz az autózás ezzel azon a BMW-vel. Véget ért az autópályás szakasz, és ahogy sejthető volt, ez nagyon jót tett a BMW fogyasztásának, mert a 7,5 liternél pihent meg most az átlagfogyasztás, ami már nagyon jónak mondható. Most folytatjuk az országúti szakasszal. A
hazai piac az elég széles. A nagyon leélt autóktól a nagyon szép autókig bármit találunk. Ilyen 500 ezer forinttól kezdődnek, nagyjából az 1 millió forintos határ az, ahonnan már igényes autókat is találunk. Ez az autó is 1,1 millió forintba került, és ez így látszik is rajta kívül belül, hogy van vele foglalkozni való, viszont már tényleg olyan állapotban van, amiből szívesen beleül az ember. Egy ilyen E46-ot nagyon-nagyon jó vezetni, pláne akkor, amikor egy sorhatos motor van benne, még így automata váltóval is, mert nagyon szépen ki lehet forgatni ezt a motort, és amikor így megjön a sorhatnak ez a hangja, ez így úgy átjárja az embernek a lelkét egy kicsit. Tök jól esik, hogy így ilyen nagy motor van benne, nagyon jól esik hallani, hogy szép sejmesen jár, nem egy 4 hengeres motort hallunk magunk előtt. Azért ezzel úgy jól esik közlekedni, és azért, hogyha mindennapokban is ez egy picikét magas fogyasztású motor, azért ez így kell, ez egy olyan dolog, amit nehéz megmagyarázni, mert aki szeret vezetni, szereti az én mechanikai élményeket, az érti ezt a dolgot. Aki csak a fogyasztását nézi ennek a motornak, az nem feltétlenül fogja érteni, hogy ez itt valójában mi történik. Ez egy nagyon kényelmes, nagyon masszív, tök jól összeszerelt autó, így 20 évesen sem tűnik egyébként túl idősnek, így 20 évesen is prémium autónak érződik. Hiába nem egy magas felszereltségű autóról van szó, azért mégis az állapot, az, hogy ez így tartja magát, hogy ez még mindig feszes, hogy nem zörög. Itt ezek az értékek, és nem egy drága autóról beszélünk, mert tényleg az 1 milliós határ, az egy olyan, vagy az 1 milliós összeg, az egy olyan dolog, hogy így Toyota Yaris, Suzuki Swiftet bármit tudunk venni ennyi pénzért, de valahogy azért ez egy kicsit más szint. Az országúti fogyasztása az most ilyen 10 liter alatt van, 8,99 liter környékén autózunk most az E46-tal, és az autópályás fogyasztással együtt, így most picikét alacsonyabbra számítok, mint amire a videó elején számítottam volna, szóval simán lehet, hogy benézünk 12 liter alá, aminek azért úgy örülni fogok, de talán a 11 litert is el lehet érni. A Split Monitor felhasználói 10,1 literre járnak vele. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg annyira alacsonyra is tudunk-e menni, alacsonyra, hiszen ugye ez azért mégiscsak egy magas fogyasztású autó, de hamarosan visszaérünk a benzinkútra, és ki fog derülni, hogy sokat vagy nagyon sokat eszik-e a BMW-m. Tartsatok velünk! Hagyományos 95-ös benzin kap. Egy kattanásra, mert úgy tankoltuk eddig is az autókat. $789 benzinár, 790. Ezért ezzel fájdalmas össze fog jönni. 11,69 liter tankoltunk a BMW-be, és 110 km-t mentünk bele, úgyhogy osztva 1,1-jel. Ez 10,6 literes fogyasztás. Szerintem ez nem annyira sok egy ilyen autótól, nyilvánvalóan, aki csak a fogyasztást nézi, annak ez sok lesz. Most pedig bemegyek, felmutatom a forgalmit, és kifizetem normális áron, nem ennyiért, mint amit van. Kevesen értik azt, hogy mi a jó abban, hogy egy ilyen teljesen hagyományos szedánban egy ekkora motor van, és ennyit fogyaszt. Nekem ez sokat ér, hogy ebben sorhatos motor van, és valószínűleg, aki BMW-zik, aki szeret vezetni, azoknak ez tényleg sokat ér, sokkal többet, mint a fogyasztás. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és megnéztétek ezt a videónkat is. Ha tetszett ez a tartalom, akkor térjetek vissza hozzánk később is itt a YouTube-on, de csatlakozzatok hozzánk Instagramon és Facebookon is, és olvassatok nagyon sok vezest. Sziasztok!